Sziasztok! DB Tomi vagyok, és ebben a videóban egy egészen más ágat, egy más történetet fogunk megnézni. Mondhatnám, hogy egy más vízre elvezünk, de igazából repülünk. Ami nem lenne más, mint a World of Warplanes, ahol a társam, mondhatni természetesen Hugocska, ugye a sárga felé. És hát berepülünk egy légi csatába. Hát a tapasztalatomról annyit, hogy nagyjából 5-7 meccset játszogattunk Natival. Úgyhogy kicsit sem mondanám magam rutinosnak. Akik egy kicsit értenek a játékhoz, látják, hogy ez egy egyes szintű német gép. AR-65 talán? Úgyhogy most ezzel csapatjuk. És nagyon aprítunk pont épp egy kollégát. Hát most szerintem ő le is zuhan. Hogy én vittem el, vagy nem, azt nem tudom. Viszont itt tudok egy statisztikát nézni. Egyelőre légvédelmi támadás alatt vagyunk, úgyhogy elkezdünk egy kicsit trükközni veszettül. Kicsit veszettül, mindegy. Úgyhogy nézzétek el nekem egyelőre, hogy ügyetlen vagyok, viszont nagyon tetszik a játék. Én korábban játszottam vele, de kb. 5 évvel 4-jel ezelőtt. De akkor sem hú, de nagyon sokat, ilyen 3-as, 4-es szintű gépekig jutottam el. Azóta egyáltalán semmi. És most, hogy van egy új PC a birtokomban, így most megint elővettem ezt a játékot. Viszont megpróbálunk itt egy trükkel megjelkerülni az úriembernek. Vagy éppen hölgynek, nem vagyunk semmi sovinisztud. Hű, nem vagyunk sovinisták, ezt akartam mondani, csak jelenleg még mindig nem tudok beszélni. Sok videóban elmondtam, lassan megszokjátok egyébként. És még magyarázkodok természetesen egy kedves úriember úgy gondolta, hogy nekem nincs helyem a levegőben. És közben még visszatöltünk még 5 másodperc a csatába. Megnézhetjük Hugit, hogy ő egy A4N-es japán géppel van. És nagyon kenni, valakit nagyon lőtt. Megpróbálom utolérni, de rohadt messze van. Utolérni, és megpróbálok neki segíteni. Ugye testvéri összetartás mindenek felett. Csak hát ugye most mivel én meghaltam és respawnoltam, így most le vagyok maradva. És igazából nagyon-nagyon szívesen elfogadok tanácsokat, akik esetleg jobban értenek a játékhoz, mert mint mondtam, de mondom még egyszer, talán utoljára, kezdő vagyok, de tényleg nagyon kezdő vagyok. Azt sem tudom, hogy van ebben a játékban meta, vagy van legjobb gép, vagy nem tudom, szerintem ugyanúgy működik valószínűleg ebből a szempontból, mint a LOL, hogy a játék stílusoknak melyik felel meg a legjobban. Hát én a mozgékonyságot helyeztem előtérbe, mert én nagyon szeretem így követni így a ellenfeleket. Úgyhogy én nem akarok ráállni nagyon erre a bombázásra. Én a kis vadász szeretnék lenni, aki trükközik össze-vissza. Sebesség és manőverezhetőség az, amit előtérbe helyeztem. Bár lehet, hogy egy szovjet géppel, azt néztem, hogy azoknak nagyon nagy a tűzereje. Előrébb lennék, de egyelőre ez nekem nagyon tetszik. És én úgy választottam ki, hogy mondjuk ez a gép legyen, hogy megnéztem a végkifejletet, és megnéztem, hogy melyik gépet szeretném. Hát és a nevét sajnos nem tudom, de végül a német ágra, német fejlesztésnek ott a középső ágára vettem le a voksomat. Hoppá, szerintem ezt most én vittem el. És egyelőre Ugi vezet, én vagyok a második. Nattinak sincsen nagyobb tapasztalata egyébként, mint nekem. Ugyanis megbeszéltük még gép előtt, hogy egyszer fogunk ezzel a játékkal játszani, tehát pont ugyanannyit játszok, mint én. Nyilván azt lesz számítva, hogy lehet, hogy én többször haltam, vagy éppen ő halt többször. Tudom, közben aprítunk itt, szerintem pont Hugi is ezt lőtte. És végül szerintem ő is vitte el a killt.
már nem tudom, hogy ez pontban számít, hogy mennyit számít. Minden esetre ő vitt el, de besegítettem neki, úgyhogy nem tudom, milyen asszisztér pont jár-e. Átesés, figyelmeztetés. Ó, figyelünk arra. Közben aprítjuk még a kollégát. Hát szerintem a tűzerő már haláig nem viszel. Úgyhogy megvárjuk itt. Húha. Nagyon-nagyon tűzijáték van körülötte, nem tudom, hogy ő csinálta, most épp nem figyeltem. De most éppen mögébe kerültünk. Szia, Nati. Azt hiszem Friendly Fire ebben nincsen. Húha, lehet most ezzel a lövedékkel felhívtuk magunkra a figyelmet. És most elfelé megy, és gyorsabb is, mint én. Ami nem tizet, húha. Itt nagyon nagy veszedelmek vannak. Hát megpróbáljuk egy kicsit golyó zápor alá venni. Hát szervusz! Na, megint besegítünk Natinak. Hát ha most valamit tudunk alkotni és pontot szerezni. Hát tényleg nem menekülsz, nagyon-nagyon gyorsan véged lesz. Ezért is jó, hogy a manőverezhető gép. Mert ugye gyorsan utána fogunk fordulni, most egy kicsit lassítanunk kéne. Én azért csak meghalnék, hogyha a helyedben lennék, barátom. Vagy már vége van, azért nem tudom lőni. Lehetséges. Lehetséges. Hopp, ott a következő delikvens. Szerintem pont ugyanaz, mint húginak. Hát most ezt megint nem írta ki, hogy ő vitte el vagy én. Nem is ez a lényeg, hanem hogy elpusztult. És én már csak harmadik vagyok. Nati meg még továbbra is rendeletlen az első helyen. Hát jó, most hiszitek vagy nem, de egyébként a gyakorlás során az ott az előző néhány meccs alatt sikerült első helyen végeznem. Na most ezzel a géppel lehet nem ezen a dolgom, hogy ezeket... És maradt 40 élettel. És még semmi sült a gépem. Ezt mindig elrontom egyébként, ez már nagyon... Tehát több alkalom előfordult az, hogy még gyorsan kinyírom, és belerepülök az épületbe. Na hát, és itt is lennénk egy második nekifutása. Az a motorség. Most egy japán gépet választottam, ez már kettes szintű. Ezzel egy kicsit többet mentem, úgyhogy ezt már tovább tudtam fejleszteni. De attól, hogy egy kicsit jobb gépen van, nem jelenti azt, hogy a skilljeim fejlettebbek lennének. Úgyhogy minden esetre próbálkozni fogunk. Egyelőre első helyen vagyunk, húha, nulla pont mindenkinek. Aztán most megpróbálunk egy kicsit több pontot elérni, kicsit eredményesek lenni. Aztán mindjárt meglátjuk, pillanatokon belül kiderül az, hogy mennyire sikerül. Hát egy földi célpontot már készültem, most megpróbálom... Bocsánat. Tehát most megpróbálom nem úgy végezni, mint az előbb. Most talán gyorsabban elpusztul. Most viszont időben felhúzom. Épet. És itt van egy pár ellenfél, úgyhogy őket megpróbáljuk kicsit fogalni. Lehet egy kicsit túl veszélyes erre. Nem. Viszont úgyis itt van. Itt van ugyanezen a célpontom, mint én, ott egy kicsit neki is szaladt. Ezt próbálom valahogy elsítani. Teszünk egy kisebb kört. Stabilan előttünk legyen. Mert ha elé kerülünk, akkor céltáblává válhatunk. Nagyon juggatjuk. És szerintem Nati ki is lőtte. Az orrom elől. És ezzel már az első helyen is van. Talán tudom azt, hogy már most nincs annyira. Nem kell, hogy annyira szégyelje magam. Talán megpróbálok egy kicsit jobban teljesíteni. És hát derék. És hogy derékbe törte Nati
hogy én voltam, ezt nem tudom. Ó, bocsánat, ez nagyon nagy szarpoim volt, sajnálom. Névvel amúgy sérült viccelődni. Minden esetre nagyon aprítjuk itt a népet. Hoppá! Te szemét! Te voltál! Te voltál! Nem te voltál. Mindegy, azért kiírlak, de... Lelőttétek a kis tesómat? Hát szabad ilyet csinálni? Az ég áldjon meg. Nem érdekel! Hát a bosszú nem mindig egy jó motiváció forrás. Szerintem ugyanez a Horvnand turista pixelámi no reklám leszedett minket vissza a csatába. Ezt meg kell torolni mindenképpen. Csak lehet, hogy nem úgy kéne, egy kicsit taktikusabban. Tehát nem úgy kéne, hogy berepülünk mindennek a közepébe. Ugye nem tankok vagyunk. Vagy ellenálló gépek, vagy... Hogyha egy kicsit lolos kifejezéseket néha használom, csak hát tudjátok, hogy a csatorna vezérszála eléggé a lol. Mit csinálsz? Mint hogyha zuhanna, de most már tényleg le is zuhan. Hát... ellenség mögötted. De hogy öttem meg... Ne haragudjatok egyébként, nem tudom mi van velem. De ezek a szar szópoénok jönnek most valahogy. Minden esetre most egy ilyen kis dugóhúzós... kétfedeles... eljátszom, hogy lezuhanok, de közben mindjárt nagyon lőnek, mint egy szar... trükköt. Hát nem tudom, a rövidítését találtuk ki. Lehet, hogy egy világháborús repülőgép párbajban, egy csatában nem a besenyei skilleket kéne fejleszteni, és akkor lehet, hogy megvan rá az esély, hogy, hogy eredményt is érünk el. Hát mondjuk egyelőre eléggé le vagyunk maradva a hugitól, nem tudom, hogy megvan tátosodva. Hát is itt egy vereség. Viszont második helyen zártunk pont táblázatom, viszont iszonyatosan gyalázatos vereség lett. Nem rajtunk múlt. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, ha megnéztétek, köszönöm, ha támogattok, és nyugodtan jelezzétek, hogyha szeretnétek még ilyet látni. Én iszonyatosan élvezem a játékot. Aztán, ha van rá igény, nagyon-nagyon szívesen játszok is akár veletek, de mindenképpen a játékkal még szeretnék foglalkozni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!